Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, mely egyben első nyilvános felvételünk 2024. március 30-án készült a Három Hollóban, méghozzá abból az alkalomból, hogy a Helikon kiadó gondozásában megjelent egy interjú kötet Nick Cave-vel, melyet Sean O'Hagan készített Hit, Remény és Vérrontás címmel. Ebből az alkalomból Németh Róbert műsorvezető kollégám helyet cserélt, és a másik oldalra került, mint a könyv fordítója, és Lovasi Andrással beszélgettünk hármasban. A mikrofonnál Bihari Balázs. Mivel a közönség soraiból is kérdeztek, viszont nem kaptak sajnos mikrofont, elég nehezen hallható az általuk feltett kérdések vagy gondolatmenetük, ezért a technikai kellemetlenségért elnézést kérünk, viszont úgy gondoltuk, hogy így hiteles maga a beszélgetés, hogyha ezt is benne hagyjuk. Aha. Hello, hello, hi. Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Jó estét! Én azt hittem, hogy ilyen öt ember lesz itt. Tényleg. Jó estét kívánok, sziasztok! Ez itt a Hit, Remény, Vérrontás. Ezt így kitaláltad előre? Nem. Most? Sajnos. Nagyon. Okay. Rossz. Nos, tehát abból az alkalomból gyűltünk össze, hogy nemrég megjelent, Robi, hányadikán is jelent meg a könyv? Fú, itt van valaki a kiadótól, az Andris szerintem tehát tudja. Tehát a napokban megjelent. Ez volt, szerintem volt már több hete is. Hit, Remény és Vérrontás címmel egy interjú kötet, mely Nick Cave életét próbálja egy keretbe foglalni, és Németh Róbert volt ennek a fordítója, a Helikon kiadó gondozásában jelent meg, és hát erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő időben, aztán pedig a legendás Bad Seat Boys fog játszani Nick Cave and the Bad Seas dalokat, vagy Birthday Party-t is fogtok játszani? Boys Next Door-t is fognak játszani. Ó, kiváló. Ez lesz a mai program, utána pedig party. A vendégek pedig Lovasi András. Köszönöm szépen. Németh Róbert. Köszönöm. Engem pedig Bihari Balázsnak hívnak. Na honnan kezdjük? Először is kérdezzük meg, hogy ki olvasta a könyvet, vagy ki kezdte el legalább, vagy ki látta el. Ez most három kérdés volt. Tök jó, akkor bármit mondhatunk össze. És ti is kérdezzetek egyébként, ja. Tehát ugye ez egy policy, ezt az előbb mert eltöttük. Mert úgy azért jobb lenne beszélni erről, hogy persze, de beszéltünk Nick Cave-ről is. Akkor most, igen, most akkor bármit mondhatunk, és legfeljebb utána tudjátok csak ellenőrizni. Szerintem kezdjük azzal, hogy egy nagyon-nagyon triviális dolga, hogy Robi, egyáltalán hogy jutottál addig a gondolatig, hogy Nick Cave-et fordítsál, hiszen eddig egyáltalán fordítottál könyvet, fordítottál interjúkat, hiszen újságíró vagy, félig meddig ez egy műfordításnak is tekinthető anyag. Hát így belecsöppentem kicsit így az irodalmi életben az elmúlt években, mert írtam saját könyvet, ami, tehát hogy így mindig ez így benne volt a levegőbe, vagy mindig egy olyan zicser volt, amit érdekelt, vagy volt egy ilyen affinitásom, hogy errefelé is, vagy ilyen dolgokkal is foglalkozzam, és hát igen, nyilván ilyen újságírói munka során fordítottam, azon túl mondjuk így irodalmat nem. Olvastam, hát amikor láttam, hogy megjelenik ez a könyv, akkor megrendeltem, olvastam, és... Ez nem is régen jelent meg. Ez tavaly. Tavaly előtt, nem? Igen, 2022-ben. És aztán tavaly megjelent egy ilyen bővített változat, amelynek ez a magyar változat már ez a bővített változat valójában. Ugyanis miközben zajlott a fordítás,
akkor jelent meg a könyvnek a második kiadása, amihez hozzácsaptak még egy fejezetet a végéhez, és akkor már eleve úgy gondoltuk, hogy a magyar változat ezt tartalmazza. Hát ilyen nagyon vicces volt, mert olvastam a könyvet, és mentem az utcán, a Nyugati téren szembe jött M. Nagy Miklós, a Helikonnak a főszerkesztő, és így lelkesen mondtam neki, hogy figyelj, pont most olvasom ezt az interjú kötetet, milyen kurva jó, és mondta, hogy tök jó, mert épp most vették meg a jogait. És akkor mondtam, hogy ha esetleg valaki kellene, hogy fordítsa le, akkor mondjuk szívesen jelentkeznék, és akkor így pár hét múlva meg is kerestek, és akkor így elkezdődött a munka. Versenyeztettek? Mivel én nekik sosem dolgoztam, kértek próbafordítást, akkor így gyorsan lefordítottam ezt, ami 10 oldalt, az első 10 oldalt, és akkor mondták, hogy jó. És akkor elkezdtem fordítani. Ez a rendkívül kalandos történet. A fordító kalandos története. Jó, szerintem erre majd egy picit később még térjünk vissza, hogy ez az egész folyamat hogy zajlott, de arra talán ugorjunk, hogy nektek milyen Nikkév élményeitek voltak. Lovi? Első találkozás Nikkével? Első találkozás Nikkével. Hát én először, amikor a 80-as években hallottam egy-két Nick Cave dal, de én akkor azt nem tudtam, hogy az Nick Cave dal, csak utána, amikor azt hiszem az első teljes lemez, ahol már beazonosítottam, az a Good Son volt. Ez azt hiszem 91-es? Te biztos? 90. 90-es? 90-es. És akkor onnantól visszakerestem ugye a igen, meg, de ez igazából nekem annyira jött be. Tehát így érdekelt, meg így nyilván voltak ilyen, volt valami film, amiben, az melyik volt az első, az Wenders, a Berlin felett az ég, ugye? Abban van, hogy van egy ilyen koncert jelenet ott, és az is elképesztően szuggesztív, meg minden. És aztán én nekem az egyik ilyen hősöm lett, tehát így nagyjából végigkísérte voltam egy nagyon viszonylag rosszul sikerült Petőfi Csarnok szabadtér koncerten, azt hiszem, 90... Let Loving. Igen. 94. Aztán voltam az Erkel Színházban, szerintem az volt a legjobb, amin voltam, az elképesztően erős koncert volt. Aztán voltam egy Sziget koncerten, aztán voltam még valahol, de arra már nem emlékszem, hol lehet. Tehát a Pecsó szabadtér. Meg volt olimpiai csarnok is. Körcsarnok volt az? Igen, és az utolsó Sziget koncerten már nem voltam, arról lemaradtam valamiért, de játszottam, és nem értem, mert akartam menni, de aztán ott a végére értem csak be, és arról lemaradtam, szóval azon nem voltam. És szóval, hogy ebből is látszik, hogy én egy ilyen, bár nem vagyok egy ilyen rajongó típus, de nekem a Nick Cave az egy ilyen hősöm. Tehát, sőt, azt tudom mondani, hogy az egyik utolsó hősöm. Nem tudom, mert amikor megszerettem nagyon, akkor is, akkor még egyáltalán nem tudtam angolul, még annyira sem, mint most, és azt éreztem, hogy mégis azt éreztem, hogy, és szerintem ez a legfontosabb, hogy itt nagyon fontos dolgokról van szó. és tényleg, tehát, hogy szerintem az egyik utolsó komolyan vehető kvázi popstár a világban. Tehát vannak még olyanok, akik így érdekes, hogy milyen öregek, és még élnek, meg hogy mit tudom, tehát hogy a saját karakterükben érvényesen mozognak, de ő még ráadásul halad is valamerre. Igen, hát mondjuk nála ez itt tényleg kihívás volt, hogy még él. Hát de megugrotta. Egyrészt igen, másrészt meg hogy szóval az egész, de a könyvből is ez derül ki, hogy ez az egész műfaj mostanra, főleg ebben a magyar közegben egy ilyen szerintem a komolysága erősen megkérdőjelezhető, és mint iparág mindenki nagyon komolyan veszi, de mint valódi művészi teljesítményt szerintem nem olyan nagyon sokan veszik komolyan már, legalábbis én sem. A nagy többségében, amivel találkozom, nyilván ez abból is következik, hogy ahogy öregszik az ember, hogy egyre kevésbé lepik meg dolgok. De szóval, hogy azt érzem, hogy ahogy, na mindegy, most majd ezt később beszélünk, vagy beszéljetek erről, vagy ez már a könyvhöz kapcsolódna. Úgyhogy majd ezt csapongani. Szóval ennyi, akkor most én itt bezártam. Ebből biztos lehet látni, hogy elkötelezett Nikkéves vagyok.
Nikkevista. Abaz meg kidőlt a söröm, pedig nem is iszom mostában. Ebből látszik, hogy hogy veszélyes üzem. Kijöttem a gyakorlatból. Én ilyen 16 körül, 16 éves körül lehettem. Itt áll barátom Pritz Péter. Szia! Akivel egy gimnáziumba jártunk, és nagyjából egyszerre fedeztük fel a jó zenéket, ugye? Jó van, ne. Hagyjuk a személyi kultuszt. És volt egy-két újság akkor, ilyen 88 magasságában, ahol írtak jó zenékről, például a Világifjúság, meg volt egy-két ilyen, mit tudom, Polifon, meg pár olyan lap, ami megért néhány lapszámot, de voltak ilyen államilag normális, vagy nem tudom, ilyen, tehát olyan lapok, amik nem 5-6 lapszámot éltek meg, hanem rendesen működtek, és ahol az akkor normális újságírók, akik hál' Istennek még ma is működnek, Martól László távolodó, Szőnyei Tamás, Herskovics Iván írtak normális zenékről, és én ott találkoztam először Nick Cave nevével, és akkor elmentem a Dob utcába, a Dob nevű hanglemezboltba, ahol 200 forintért kazettára fölmásoltak lemezeket, és azt hiszem, hogy talán a First Born is Dead című lemezt, meg talán a Your Funeral, My Trial című lemezt, így ez ráfért egy 90 perces kazira, és akkor így, hát akkor mit tudom én, akkor hallottam Cure-t, meg U2-t, meg Smith-t, de ez még ahhoz képest is annyira súlyosnak tűnt, hogy tehát, hogy ez még az akkori ilyen alternatív zenekarokhoz képest is ilyen teljesen különösnek tűnt, hogy ez micsoda. Tehát, hogy nem még azokhoz képest is nagyon absztrakt volt. És akkor az első ilyen valós időben hallott lemez az a Tender Prey volt. Megjegyzés? Semmi, nem. Csak azt hittem, hogy valami megindítottam, kinyitottam egy kis dobozt. Nem. Hát, na mindegy, és akkor... A Tender Prey-nek egyébként eléggé emlékezetes a borítója, tehát egy nagyon erős karakter bontakozik ki. Igen. Tehát így leugrik gyakorlatilag a borítóra. És akkor, hogy átlinkeljek a könyvre, a Tender Prey-nek a készítése is elég karakteres, igen, volt. Aki olvasta, az már tudja, aki nem olvasta, az meg majd fogja tudni, hogy hát az egyik legsúlyosabban szétcsúszott állapotban készített Bad Seeds album, és na mindegy, és akkor az volt az első olyan Nick Cave and the Bad Seeds lemez, amit már Nick Cave-esként hallottam. Teltek, múltak az évek, jöttek az újabb lemezek, és akkor nekem is ez a pecsás koncert, ez egy ilyen nagy élmény volt, amiről utólag tudtuk meg, hogy ez egy ilyen bejátszó. Tehát úgy sikerült, lehetett ott sejteni, nem volt egy jó koncert. Hát annyira nem volt jó koncert, annyira nem volt jó koncert, hogy 3 vagy 4 dalt így megállított koncert közben. Igen, kép, hogy állj. Ki volt ott? Fél áron vették meg. Ki volt ott? Tényleg. Ki volt ott? 94. Na. 94-es pecsa. 94. Na mindegy, az egy úgynevezett bejátszó koncert volt. Az meg a Blixa, az a nyitott gitár, tehát lefogatlan gitárt pengette egy néha. Hát. Tehát, hogy nem gitár, hát, konkrétan így. Hát erre mondta a Nick Cave, erre mondja a Nick Cave a könyvben, hogy nagyon szereti, hogy Blixa gitározik, ha bár Blixa nem tud gitározni, de nagyon szereti, hogy nem tud gitározni. De ott konkrétan a bal kezét egyetlen nem használta. Minek? Hülyeség. Miért a Keith Richard is nyílt hangolás? Azon csodáltam így végig, hogy mi történik. És egyébként ahhoz képest a Nick Cave egész tisztességesen lehozta azt a koncertet. Igen, de mondom, úgy tudták őket oda elhozni, ha jól tudom, hogy ez egy ilyen kvázi főpróba volt. Igen, utólag ilyen, meg ilyen, én ilyen is megtudtam. Tesco gazdaságos konstrukcióba. És abban az időben sok olyan magyar, külföldi vagy menőnek számító zenekar jött úgy Magyarországra, hogy ilyen bejátszó koncertet vettek meg ez is olyan volt. A promóterek,
Egyszerűen azért, mert olcsóbb volt, tehát félár volt. Egy próba volt. Igen. És akkor, akkoriban így játszottatok egy párszor ilyen környezetbe. Nem, akkor, csak ilyen. De hogy a Human Telex-szel voltatok akkor, akkoriban egy kapcsolatban, hogy Sex Appeal, Kispál, meg Andersen. Ja, hogy úgy érted, hogy ilyen kvázi olyan fesztiválok, ahol külföldi zenekarok is. Igen, hogy külföldiekkel raktak össze. Igen, az előfordult egyszer-kétszer, de ez szerintem a Human Telex az azt hiszem 92-ig, 93 míg élt, akkor szétment, és ez 94-ben volt. De játszottunk, igen, ott tudtunk meg egy csomó olyan külföldi kifejezést, ami a koncertezéssel kapcsolatban. Soundcheck? Soundcheck. Tessék. Döbbenet. Igen. Szóval, hogy... Hát, na mindegy, ez volt így az eleje. A barátaim, akikkel egy gimibe jártunk, ők ki is mentek, azt hiszem, Prágába, ugye? Nikkévdott a Lucernába. 91. Egyik barátom a alsónadrágjába csempészte be a vodkát, vagy valami. Na mindegy, tehát én vannak ilyen sztorik Nikkévhez kapcsolódóan, és na mindegy, ez volt a... Így indult a Nikkévhez fűződő kapcsolat. Gyorsan elmondom én is, mert kicsit más vetületből veszem, hogy én is a Polifonban olvastam először nem is a Nikkévről, hanem a Birthday Partyról, 85 elején lehetett körülbelül, és valami teljesen más kontextusban. Közvetítés az Aranyalkony nyugdíjas otthonból. Még egy kicsit ráfestek, így még egy fehér. Szóval, hogy... Úgy volt! Szóval, hogy az ipari zenéről írt egy újságíró egy összefoglalót, az volt az apropó, hogy az első zenéről Neubauten akkor lépett fel először abban az időben, 94 végén vagy 95 elején, nem tudom, Izsi esetleg, tudod? Nem. Volt egy hosszú szakmai elemzés, gondolom, hogy kell hangolni az olajos hordót. Tehát 84-ben volt Estőzenére a Neubauten koncert, amikor még az az időszaka volt az Estőzenének, amikor kőkemény ipari zenét játszottak, és akkor erről készítettek egy körképet, és ebbe belerakták, mint egy ilyen poszt-apokaliptikus, látomásos gitárzenét játszó zenekart a Birthday Partyt, amely akkoriban már fel is oszlott. Ez volt az első, és akkor 87-ben... Volt egy Király Tamás show a Pecsában, és akkor már így megvolt így a Nick Cave and the Bad Seeds-nek egy ilyen legendája, mert a képes is ifjúságban a Fenyvesi Kokó Otto nevű újságíró, aki ugye Marton László távolodóval volt így nagy barátságban, ő rendszeresen írt a Nick Cave-ről, és ő volt az, aki így elkezdett a Nick Cave-ről, így gyakorlatilag majdnem minden képes ifjúságban volt egy Nick Cave and the Bad Seeds. Képes ifjúság az új vidéki? Az új vidéki, igen. Persze, mert a Nick Cave, miközben nálunk még híre hangva nem volt a 80-as években az ilyen... Hát aztán 80-as évek végén Ljubljanában játszottak is, tehát turnéztak arra fele simán. Na és akkor elterjedt az a hír, hogy a Király Tamás Son fel fog lépni a Nick Cave and the Bad Seeds, és így több ezeren így oda mentünk, és aztán így kiderült, hogy elmarad. Soha nem is volt. Az a pletyka volt, hogy egyébként eljött volna a Nick Cave, de nem tudták összeszedni ezt az 5000 nyugatnémet márkát. Ez hogy volt a Manu Chao a Gólyában? Vagy? És Nick Cave a Király Tamás divatban. Erre meg én nem emlékszem. Na, de és ebben a városi legendában sikerült nekem is így beleugrani, hogy ott álltunk a sorban, és hát helyette az Ember Sport zenekar játszott meg a társaik, úgyhogy... Igen, kicsit más volt, de hát... Döbbencsend, igen. Hát ugye? Na, tegyük vissza a könyvre. Egy tök más formátumot választott igazából Nick Cave, hiszen... Ezt közben beszélik, hogy van egy önéletrajzi kötete is, ami hát közben készül. Nem az, hogy épp arról beszélnek, hogy készül egy másik is, amit valami volt haveri ír, és le is akarja tiltatni. Hogy legszívesebben letiltatná. Csak hát a volt haver, meg minden. Hát figyelj, hogy... De bocs. Nem, csak hogy azért mondom, igen, hogy... Igen, ott van szó erről is, igen. Hát ugye úgy kezdődik a könyv, az első kérdés-válaszban Nick Cave tisztázza, hogy utál interjúkat adni, amit megértek, mert... Ez mindig is így volt, és azt szerintem így a magyar sajtóban is nagyon-nagyon kevés Nick Cave interjú készült. Hát igen. Egy biztosan készült, azt a Marton és a Szőnyei készítette, de sokkal többre nem emlékszem.
És az 97-ben volt utoljára. Nyilván megunta, meg unalmas, meg úgy, tehát hogy nyilván egy ponton túl tud az iszonyú unalmas lenni egy zenésznek, vagy egy énekesnek, hogy megkérdezik ugyanazt, nem tudom, hanyatszor, és ráadásul ezek az interjúk nagy részt így az ilyen popkulturális small talk szintjén mozognak. Tehát, hogy így tisztázza is a Nikkév az elején, hogy ő nem szeret interjúkat adni, és ha lehet, akkor nem is ad interjúkat. Viszont ez nem egy interjú ilyen értelemben, meg nem is egy interjúkötet, hanem hangozzon el az interjú készítő, vagy a beszélgetés vezető Sean O'Hagan nevű angol újságíró neve, aki egyébként azt hiszem a Guardiannek a munkatársa. Social Servernek, igen. Igen, igen. És fotós elsősorban, és fotóstárgyú cikkeket szokott megjelentetni. Na mindegy, tehát ez nem egy ilyen olyan típusú interjú, hogy tehát nem egy olyan interjú, amit így zenészekkel szoktak csinálni, hogy mit tudom én, akkor most nézzük meg a zenész természetes élőhelyén, vagy mit tudom én, meg tehát nem ez a fajta egy nagyon felületes beszélgetés sorozat, hanem ilyen nagyon, nagyon mélyre menő, meg nagyon szerteágazó, meg tényleg olyan, mint amikor, szóval szerintem ez simán lehet egyébként irodalomként kezelni olyan értelemben, hogy a mű formája, beszélgetés, de valójában az egésznek így a regisztere, vagy az egésznek így a nem tudom, mélysége, az nem egy interjú, hanem egy mű, ahol két férfi beszélget komoly dolgokról. Szerintem egyébként ez... Persze. Vagy valójában ugye, amikor beszélgetnek, akkor a Nikkév ilyen spirituális, vagy szellemi... Is. Mindenféle, tehát hogy az, tehát hogy nagyon, 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 nagyon... Ja, hogy kell fordítani? Hát ez jó kérdés. Most én ebben nem vagyok hiteles, mert hogyha mögöttem lenne 50-43 könyv, nem tudom mennyi, de szerintem úgy kell fordítani, hogy ad vissza a szöveg tartalmát, de közben nagyon-nagyon érdekes elgondolni azt, hogy a te anyanyelveden hogyan beszélne az az ember. Ki kell találni valójában egy nyelvet annak a két embernek, ebben az esetben ennek a két embernek, de nyilván egyébként tartalmilag is vissza kell tudni adni, ami ott elhangzik. Szóval ilyen dupla fedelű bőrönd. Ezt mennyire gyorsan találtad meg? Szerintem... Vagy ismerve tégedet, tehát így puff, így bele így a közepébe? Úgy. Igen. Tehát, elkezdtem, aztán majd lesz, ami lesz. De szerintem így kell csinálni a dolgokat. Most ez ilyen kurva jól hangzott. Igen. Az még külön szép feladat volt. Nem tudom, nem gondolkoztam. Szerintem, hogyha így az ember... Tehát tényleg a tett halála az okoskodás egyébként. Tehát, hogyha az ember így valamit csinál, akkor elkezdi, és akkor majd így a... Nem tudom mi. Jó Isten rávezeti, hogy merre kell menni. Szerintem mindig ez van. Mindenféle alkotás így zajlik. De erről Lovasi András tudna mondani. Jaj, nagyon tudok. Egyébként nagyon érdekes, hogy ilyen abszolút a könyv is ilyen immediate stress, tehát rögtön a tulajdonképpen nagyon mélyre süllyednek az első oldal után már spiritualizmus és egyébekről, meg a nyilván az egy aktuális ügyekről beszélnek először. Tehát kifejezetten a közelmúlt történései. Igen, ez a Covid idején játszódik, már hogy akkor történnek a világban körülöttük az események, hát is nyilván meghatározó, az utolsó munkáit abszolút meghatározó, de hát alapvetően beszél erről. Ez a legfontosabb, talán még mindig, ez a csomó pont a fia halála, ugye? Arthur. Aki ez folyamatosan visszaköszön és visszatér. Nekem tudod, mi volt az érdekes, hogy én egyszer kezdtem el olvasni a könyvet, én nem fejeztem be, mert mondtam is nektek, hogy hát én egy feléni tartok, mert hát kicsit sok dolgom van, és amikor nincs dolgom, akkor meg a fiamra vigyázok, és mellette nagyon nehéz elolvasni, és az viszont már öreg vagyok, hogy mikor őt lefektetem, még olvasok, már elalszok. Tényleg ez... Ez teljesen érthető. Meg én agyhalott vagyok, tudod, mikor egy fél napot gyerekezel, utána ilyen... Úgyhogy most már jobban megértem. Hallottam ilyenről. Jobban megértem a mamákat, vagy az otthon ülő az anyákat.
Na, de ez most egy mellékszál. És közben elkezdtem olvasni a Rick Rubin könyvet is, ami nekem nagyon nem tetszik. Nekem sem. És nagyon érdekes volt a kettőt egyszerre így olvasni, hogy az egyik az egy ilyen kamu, ilyen ezó bígyó, ami az alkotást próbálja így összemaszatolni, hogy legyen belőle titok, meg legyen ilyen izé, hogy így, és nyilván ez egy csomó művésznél bejön, vagy hát ilyen, tehát ilyen egy kicsit ilyen coaching az egész, tehát ilyen béna szerintem nagyon. Ez meg így rögtön behúz, és rögtön így elkap, és rögtön így baromér. Szóval nekem mondom, az volt a legelső ilyen ütés, hogy ez a csávó mennyire jó értelemben véve nem tud kilátni abból, hogy ő művész, hogy ezt csinálja. Egy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az egyik nagyon kedves barátom, Győrfi Ákos író, költő, aki ugyancsak olvasta a könyvet, ő azt mondta, hogy ez a könyv arról szól, hogy milyen művésznek lenni. Tehát csak tök érdekes, hogy ti nem ismeritek egymást, és ugyanazt mondta, hogy most mondod ugye, hogy nem lát ki az élethelyzetéből. De nem is akar. Tehát, és hogy... nem is akar, mert neki ez a minden, és ami egyébként nagyon is helyén való. És mondom, az Ákos barátom, az ugyanezt mondta szó szerint, hogy neki az egész könyvnek a lényege, hogy meg lehet belőle érteni, hogy milyen, nyilván egy Nick Cave könyvben mit lehet megérteni, hogy milyen Nick Cave-nek lenni. Igen, de egy alkotó de embernek tényleg a válságai, meg egy alkotó embernek a gondolatai, nagyon, tehát aki magát alkotónak gondolja, vagy annak szánja, az nagyon komoly megerősítéseket. Tehát ez sokkal inkább coaching. Egyébként annyiból, bocsánat, hadd reagáljak arra, amit mondtál, hogy ma már így van minden iparág, zeneipar, csak már így a tartalom vékonyodott el, és ez nem ilyen régen minden jobb voltozás. De hogy tényleg a Nick Cave-nél lehet még érezni, hogy ez a faszi, ez tényleg az a fajta ilyen alkotó, mint a nem tudom, a Hemingway, vagy a Van Gogh, vagy a nem tudom, a Caravaggio. Tehát, hogy még úgy lehet érezni az alkotói létnek, meg a művészi munkának így a sűrűségét. Hát tehát nem tartalomgyárt ezzel, ahogy ma illik mondani, hogy ma nem írunk, hanem tartalmat gyártunk. Nem tudom, értető-e, de biztos értető. Tehát mint alkotó is, meg egyébként mint előadó is. Tehát, hogy ennek a csávónak még mindig van tétje, meg van súlya. Meg... Egyébként igen, tehát arról a könyvnek a másik ilyen tök erős rétege, hogy ott ki vannak rakva ilyen komoly tétek. Szóval nem úgy van, hogy írogat, meg dalokat, meg tartalmat gyárt, hanem hogy minden pillanatban jelen van. Tehát, hogy nincs külön Nick Cave ember, meg Nick Cave dalszerző, hanem valahogy úgy az ember így teljes egészében jelen van a... Tudom, hogy ez a jelen lenni, ez is egy ilyen nagyon szarul inflált kifejezés manapság, de hogy tényleg az ember így iszonyúan jelen van abban, amit csinál, minden pillanatban. Tehát nem tudom elképzelni, milyen az, amikor Nick Cave ül a konyhában. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor a David Bowie a Ziggy Stardust ideje alatt gyakorlatilag ugye az utcán is a Mick Ronsonnal úgy öltöztek be, mint tehát egy Ziggy Stardustként ezt a szerepet gyakorlatilag az életben is vállalták, és ugye vannak ezek a ismert fotók, amikor utaznak a vonaton. Jó, hát a Hungária is úgy öltözött akkor. És meg is mondta Fenyő, hogy ők akkor ezért öltöztek úgy az utcán, hogy na mindegy, ez egy másik történet. Na csak azért, hogy próbálom így devalválni. Igen. Szóval nem tudod a mackónadrágban elképzelni Nick Cave-et a konyhában? Hát a David Bowie-ról láttam olyan képet, hogy mackónadrágban megy vásárolni New Yorkban. De hogy még az is David Bowie, érted? Tehát a mackónadrágos David Bowie-nak is van egy jelentése. Tehát, hogy ő minden pillanatban... Igen, de a David Bowie azért egy ilyen értelme, hogy nem véletlenül a kaméleon oszták le sokszor. Tehát ő azért a rengeteg korszakán keresztül, miközben David Bowie volt, eközben ugye rengeteg stílusgyakorlat, rengeteg design, rengeteg korszak, nem tudom, és eközben meg emblematikusan David Bowie maradt. A Nick Cave-ben szerintem nincs ez a fajta ilyen kaméleonkodás. Tehát ugye annyi, hogy régebben színesebbek voltak az öltönyei. De... Az annyira, volt váltömés. Az annyira jó rész, amikor, ha már színes öltönyöket említi a Bandi, az annyira jó rész a könyvben, amikor lecsukják New Yorkban drogbirtoklásért, és
almazöld háromrészes öltönyben viszik be a legsúlyosabb zárkába, ahol bennül 27 kibaszott sittes csávó. Mondta Nikki, hogy ő szeretett volna nem feltűnést kelteni, de ez egy almazöld háromrészes öltönyben. Plusz ugye azt mondja, hogy ő volt az egyetlen fehér. Ő volt az egyetlen fehér, és hirtelen valaki megszólalt a zárka túladáról, hogy nézzétek, itt van Nick Cave, passz meg, Nick, kurva nagy rajongód vagyok. És oda ment valami ilyen a legsúlyosabb ilyen dealer arc, bár Nick Cave előtte pont egy másik dealer arccal találkozott, és így került be a rendőrség látókörébe. De, na mindegy, az a színes öltönyökről. Na egyébként még, bocsánat, azt akarom mondani, hogy vicces is a könyv. Igen, de szerintem minden, tehát hogy nyilván az nem az, hogy ő nem, tehát az nem az, azért mondtam, hogy jó értelembe véve nem lát ki magából, mint művész, mert hogy nyilván megvan magához a humora, meg van egyfajta, szóval van azért magára rálátása. Tehát rengetegszer reflektív, és elmondja a fonákját is annak, amit ő állít, akár a világlátásával kapcsolatban. Akár. Az is nagyon érdekes, hogy... A kapcsolatban, ugye, hogy a... A Grinderman az a Nick Cave kis csillagja. Igen. Csak mondom, András. Hát de az jobb azért. De hát ugyan, de egyébként nem, mert ez figyelj, közben, miközben fordítottam a könyvét, eszembe jutott, hogy mondja a Nick Cave, hogy a Grinderman ugye az a középkorú fasziknak a garázsrock zenekar. És hát ugye András, hogy indult el a kis csillag? De melyik volt előbb? A kis csillag, basszus. Lenyúlt. Bassza meg. Plágium. Figyelj, komolyan kérdezett, találtam egy olyan keresni dalt, egy jó amelyik, jogászt, András. Találtam egy olyan dalt, amelyik a valamelyik korai kispál számot nyúlja, és valami angol. De az ilyen durván, tehát hogy lehet, hogy valahol hallották véletlenül is. Valami, hát valami a Tidal dobtok. Kinek a Kanye West, ugye? Igen, kinek a... Lehet, hogy nekem is be kéne perelni őket, mint a Presser a gyöngyhajú lányira. Kérdezd meg, hogy ment ez. Na hát mindegy, a Grinderman is... A könyv titkos hőse egyébként, ha már a vicces dolgokat, meg a Grindermant emlegetjük, Warren Ellis. Igen. Ő a tehát egészen elképesztő figura tárul az olvasó szem elé Warren Ellis szemébe, aki nagyon... Aki kicsit autisztikus, de ezt nem mondjuk ki. A spektrum, mondja. Az autista spektrumon foglal helyet, ezt így kell mondani, Balázs manapság. De az kiderül, az ilyen, vannak ilyen filmek, ahol ketten ott bingiznek a stúdió, és az ott is kiderül, hogy a csávó teljesen így elvarázsa. Meg így van egy rész, ahol azt hiszem ilyen 5-6 órán keresztül beszél ilyen természetfilmekről. Egyébként az, nagyon, az is nagyon érdekes, hogy ugye beszél a Nick Cave-ről is, hogy ő mindig közösségben, vagy tehát társakkal volt alkotó, miközben ugye mindig kiemelkedett egyrészt az előadói képességei, másrészt hát eleve a fizimiskája, meg minden a karizmája miatt is mindig kiemelkedett a zenekarból, de mindig volt egy ilyen, egy kulcsember, aki időszakonként ugye a Blixa, és akkor az utolsó, aki az utolsó 10 év, vagy 12 évben, mikor? 2008-tól van? Nem, korábban. Csak ugye volt ott egy ilyen, ugye az a másik ilyen nagyon érdekes szál a könyvben, az a, vagy rész, ami mint egy ilyen pszichológiai terepgyakorlat, hogy zajlik egy zenekarban, milyen egy zenekarnak a dinamikája, az is kurva érdekes, hogy tök sokáig a Mick Harvey volt az embere, ugye a alkotótársa, és aztán Warren Ellis ott a Murder Ballads magasságába került be a zenekarba, először csak egy-két dalba hegedült, és aztán egyre jobban dominánssá vált. És volt egy pillanat a Bad Seeds életében, amikor a Mick Harvey és a Warren Ellis között kibontakozott egy ilyen finom, de annál nyilvánvalóbb ilyen dominancia küzdelem. És akkor ez egy, mint egy ilyen szerelmi háromszög, ugye Nick Cave, Warren Ellis, Mick Harvey, ki a jobb haverja a Nick Cave-nek. De tényleg, tehát ez egyébként egy tök érdekes, mert szerintem, aki játszott zenekarban, és tudja, hogy... Ki játszott zenekarban? Mindenki. Hogy vannak ilyen helyzetek, amikor így dülöngélnek ezek a dinamikák. És sokáig a Mick Harvey volt a fő támasza a Nick Cave-nek, és aztán ezt a szerepet a Warren Ellis átvette, amit a Mick Harvey nagyon szarul viselt.
és el is hagyta a Bad Seeds-et egy ponton. És van egy tök jó rész a könyvben, ahol egy ilyen stúdiófelvétel zajlik, vagy azt eleveníti fel a Nick Cave, és fölénekel egy dalt, és mondja, hogy a Mick Harvey az aláhúzgálta a szövegben azokat a helyeket, ahol hamis az ének. Warren Ellis pedig azt mondta, hogy tök mindegy, hogy kit érdekel, hogy hamis, kurva jó a feelingje a dalnak, ez így jó, hogy felvettük. És akkor itt látszik, hogy hogy változnak a dinamikák, hogy azt, hogy Nick Cave azt mondta, hogy ő inkább a Warren Ellis féle megoldás felé hajlik, miközben korábban évekig nem így volt. És egyébként tök reflektív, mert ezt így, mert elmondja, hogy ezt ő szarul kezelte ezt az egészet, és utólag bocsánatot kért a Mick Harvey-tól, hogy ez úgy nem lett valahogy megbeszélve közös. És szerintem annyira tipikus, hogy sokszor az életben ezek így nem tudjuk így valós időben ezeket jól kezelni, az ilyen helyzeteket. Hát igen, meg szerintem amikor még nem volt annyira formailag magabiztosan Nick Cave, és erről is beszél, akkor neki ez a fajta, hát mondjuk úgy, precíz hozzáállás, klasszikus, igen, az neki szerintem a korai Bad Seeds hangzásba, az egésznek a kitalálásába, a hangképnek a kitalálásába, amit klasszikussá vált, az abszolút amiknek az érdeme. Ja, hát ráadásul ugye a Birthday Party idejében még ott gyakorlatilag még zongorázni se tudott, igen. Tehát mindent csak az eldudorázott mindenkinek körülbelül, hogy mi a gitár téma, meg mi a basszus téma, meg mi az ének. A dudorászásról jut eszembe tök más téma, de végül is érdekes, hogy van a Netflixen egy tök jó dokumentumfilm arról, hogy a We Are the World hogy készült. Ki látta? Egyébként tök jó, nem kell, tehát nem kell beszarni tőle. Mármint, hogy ilyen nyálas szar. Hogy a Michael Jackson úgy ír dalokat, nem tudott semmilyen hangszeren játszani, földudolta a sávokat. Tehát földudolta akkor kazettára, hogy mit képzel el gitárnak, meg nem tudom, énekszólamnak. Na mindegy, de hogy igen, meg basszusokat vannak még is. Ilyen... Hát de van is egy csomó olyan Michael Jackson is Nick Cave tengely. Magyaráz az elészeinek, tudod is mondani, így készült a We Are the World. De én egy picit még arra fog, mert ugye mindannyian beszéltünk arról, hogy 80-as évek, aztán a 90-es évek, és tehát hogy mi mennyire más jelent, tehát hogy azért a 80-as évek az akár hogyha a magyar analógiát is nézzük, akkor ez a klasszikus mainstream és underground különválása, és ott egy csomó hőst kitermel a 80-as évek. És aztán azért érdekes ez, mert utána ezek a hősök bizonyos értelemben sokszor elhaványulnak, vagy megeszi őket a mainstream, vagy egyszerűen, de a Nick Cave az egy ilyen nagyon következett, és pont amiatt, hogy egy ilyen nagyon erős karakter, és nagyon erős karizma, és nagyon erős hát az egész, ami lett belőle, mondjuk a 80-as évek végére, az mindig megmaradt egy ilyen viszonylagos mederbe is, és nem lett sosem hirtelen népszerű, és nem lett, tehát mindig volt egy ilyen, hát ez a kult státusz, az tulajdonképpen az első pillanattól kezdve megvolt, és meg is tartotta. Tehát ma gondoljatok bele, hogy az Einstein, Neubauten, vagy egy csomó ilyen európai ilyen kultzenekar, mi volt az a szlovén, Laibach, meg ezek. Nem sokan jönnek az állít. Igen. Szóval, hogy ezek ilyen búvópatakként még így létezgetnek, meg nyilván, de hogy valójában a Nick Cave az egyetlen, amelyik ilyen, tehát az ilyen hősként így megmaradt ebbe a státuszba valahogy. És most arra meg már tulajdonképpen, hát nem is stadion, de mondjuk ilyen sportcsarnok hős. Tehát mondhatjuk azt, hát arénákban játszik, igen. Mint mondjuk Budapesten is. Hát ezek 10-20 ezres helyeken, miközben, és ez így ilyen szép lassan történik meg. Ráadásul úgy lett egy ilyen lehiggadt, komoly, ilyen a középkorú, vagy az annál is idősebb, és a fiataloknak is, tehát mert ugye fölcsatlakoztak új korosztályok is a Nick Cave-t kedvelők közül, hogy úgy lett egy ilyen komoly ember, tehát nem egy ilyen tomboló állat, mint volt, hanem egy ilyen öltönyös... Öltöny az mindig volt. Igen, de úgy lett egy ilyen konszolidált figura, hogy közben megmaradt mégis megmaradt ez a fortyogás valahol,
De közben meg életben maradt. Na de nekem itt van nekem egy lényeges, szerintem itt kapargatjuk azt, ami engem ebből az egészbe érdekel. Tudod mi, a 90-es évek elején is volt egy ilyen, ez a fura, ilyen ez a, és hogy beszélj is erről, ez az öltönyös konzervativizmus, és hogy ő egy alapvetően egy ilyen old school figura, és már fiatalon is az volt, és az egész hangkép, meg ami, tehát hogy ő egy ilyen, tehát nem ilyen értelemben úgy volt újító, hogy tulajdonképpen a tradíciót újította meg, tehát hogy, és a mai napig is ebbe utazik, tehát hogy és egy klasszikus, ma most meg már végképp egy ilyen klasszikus, már az irodalom határán táncoló ilyen, hogy az utolsó ezt a... A Nikki olyan pályát futott be, mintha elképzelnék, hogy Víg Mihály a Budapest Partizánokban koncertezik. Igen, és hát nem beszélve arról, hogy ugye van az a két, én csak két regényt olvastam, szerintem az a Bálám Szamaras, ez nem olyan jó, de a másik az kifejezett. Bani Monroe halála. Szerintem a És meglátás Szamár az úrnak angyalát, amit egyébként a Széki János fordított. Én azt már nagyon régen olvastam, nekem az nem annyira. Én azt ilyen 20 évesen olvastam, és így ültem az ágyon, és így gondolkoztam, hogy ez mi a fasz. De azt fiatalabban írtam, mint ahogy olvastam. Azt fiatalabban írtam, mint ahogy olvastam. Ja. Egyébként az arról szól, hogy nem akarom elrabolni ezt, de iszonyatosan... Milyen jó Rollins Band-es spólod. Köszönöm. Hogy nagyon mély gondolatok ébresztett a fordítás rész, abból a szempontból, hogy szerintem Nick Cave alapvetően úgy válik most az apjává, minden tekintetben, hogy lehet, nem is veszi észre. Az apjáról, vagy te olvastad a könyvet? Az apja, aki irodalom. Igen. De mondom, olvastad a könyvet? Nagyon az elején tartok. Mert ott az apja is hosszan elő fog kerülni. És itt azt gondolom, hogy például az öltönyviselés is egyfajta szerep, vagy csak jól érzem magát öltönyben, mint ahogy egy katedrán is jól érzem magát az ember egy öltönyben inkben. De hogy ugye azt nem szabad figyelmen kívül venni, és ez jutott eszembe a beszélgetésről, hogy ő azért tolt egy Schulefe Dichtungot, Bécsben ő tanított költészettant. Tehát a Secret Life of the Lost Song című... Hát tartott előadást. Erről is van szó egyébként, ez is előkerül, ez a Secret Life of Love Song című, írt egy ilyen tanulmányt, aminek volt egy ilyen előadása valóban Bécsben. Igen, és aztán utána volt egy Burgtheater koncert Bécsben, ahol én először találkoztam Warren Ellissel, aki lelentette sörrel a limitált CD-t. Nem volt szép tőle. És akkor még gyönyörű barna haja volt, és borotváltan ott beszélgettünk John Kierről egyébként, de igazából itt az a lényeg, hogy szerintem Nick Cave szerintem tudat alatt válik egyfajta ilyen edukációs promóter élő az irodalomnak. Amikor az irodalom most létezik, mert ugye... Ez nagyon érdekes. Ez szalagcímeket olvastak az emberek, és tehát erről szól a világ. Ez tök érdekes, amit mondasz, mert csináltunk nemrég egy podcastot a felütéses srácokkal. Hello. Hello, Miki. És pont ott előkerült valahogy ez a téma, hogy a Nick Cave mint színpadi figura. És akkor mondtam nekik, hogy nekem két embernél éreztem a rock'n'rollban, hogy úgy állnak a színpadon, mint ilyen nagyon hatásos figurák, hogy valójában azt érzi az ember, hogy ezek nem ilyen énekesek, hanem mintha valamilyen írót, hogy fölkergettek volna oda, és az egyik a Leonard Cohen, és a másik a Nick Cave, akinél azt érzed, hogy ott áll a színpadon, fogja a mikrofont, végülis részben úgy viselkedik, mint egy rockénekes. És esetleg a Tom Waits. Vagy esetleg a, nem tudom, a Tom Waitsnél nem, ezt, Tom Waitsnél azt érzem, hogy ő tényleg egy ilyen folk énekes, aki ilyen nagyon fura zenét csinál, de a Nick Cave-nél azt érzem, hogy ő nem egy ilyen énekes. Na mindegy, nem tudom, mennyire tudtok erre gondolatra rácsatlakozni. Nekem mindig ez a fura érzésem van. Nekem a Nick Cave az nekem mindig egy ilyen első osztályú előadó volt. Tehát én ez pont nem jut eszembe. De ez nem zárja ki azt, amit tudom, mondod. Tudom, csak mondjuk a Cohent is nagyon szeretem, még nézni is, tehát nem zárja ki, de őről inkább azt gondolom, mert hát nyilván a sztória is olyan, hogy hát előbb volt író, igen, ugye, mint énekes. Tehát, hogy ez adja magát. Én szerintem a Nick Cave-nek ez a fura, nagyon, hát főleg fiatal korában ez a rettenetesen kockázatos tevékenysége. Igen. Szóval ezért az nem egy irodalmár jut eszembe róla, hát, de szóval hogy Arthur Rimbaud. Igen. De hogy ő tehát hogy volt, nem csak, tehát tényleg azért nagyon
szuggesztív, meg tehát minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel egy ilyen első osztályú rock előadó rendelkezni szokott. Az is egyébként vagy igen. Néha egy ilyen teljesen ilyen démoni figura egyébként. Tehát néha egy ilyen fura szent, és néha így démon, és egy ilyen. Szóval, hogy van benne egy ilyen fura, egy ilyen, és nyilván rájátszanak a borítók is, meg mindent, elképesztő feje van. Tehát, hogy... Hát ez az egész ilyen biblikus, ugye van a könyvnek egy ilyen hitbéli vonulata, de ugye Nick Cave-nek ez az egész ilyen biblikus, az ő figurájának is van egy ilyen biblikus rétege, tehát amikor a legdurvább junkie volt, akkor is volt egy ilyen biblikus rétege. Most meg ugye a kvázi ilyen vallásos vagy hitbéli fordulata óta meg másképp van. De ne, ez nem fordulat, ezt nem úgy hívja, hanem hogy bár használja azt, hogy az Arthur halála után egy új... Igen, de valójában ez mindig ott volt benne. Igen, nem? De hogy valójában ő hívőnek gondolta magát, amikor a legsúlyosabb junkie időszaka volt akkor is. Éppen beszél erről, hogy ő hívő volt, mindenki körülötte volt a, mit tudom én, valamilyen. Hát a Mick Harveyről mondja, hogy akinek ugye anglikán lelkész volt az apja, és ő gyűlölt az egész, az egyházat, mint intézményt pont emiatt. Tehát, hogy ő egy magányos harcos volt ez ügyben, tehát ő nem is nagyon traktálta szerintem a környezetét ezzel. Mindenki mondta, hogy jó, hát vannak ezek a szövegek, oké, ezt szeretik az emberek, jó van, csináljuk. Vagy nem tudom, gondolom ez lehetett már, hogy így próbálom. Igen, de valójában az első pillanattól ott voltak ezek az ilyen bibliai... Persze, hát ez apokaliptikus... Nyilván írja is, hogy egyébként ez annyira érdekes, hogy tényleg tök jó, hogy leírja, hogy vannak ilyen képek. Ez nekem annyira ilyen megerősítés, hogy az ember így olvassa, mint szerző, és én tök így írjok dolgokat, most nem akarom magamat hasonlítani, de tudod azt, hogy leírja, hogy van egy kép a fejébe, és akkor kezd el egy lemezt írni. És én így írok dolgokat, hogy van egy állókép a fejembe, és azt járom körbe. A Ghostin kapcsán mondja, hogy volt egy ilyen, hát egy ilyen nagyon durva kép a fejében, hogy egy ilyen tengerpart, hogy állatok rohangásznak, égő tűz, és hogy egy gyerekek spirálba mennek fel a napba, és hogy volt egy ilyen kép a fejében, és hogy innen indult ki az egész. És ezt bontja ki egy lemezen keresztül. Szóval neked is ilyen, nekem ennél szerényebb. Áll egy mesztelen nő. Ilyen is mondtam, van a Bibliában. Ja. Csak mondtam ugye valami profánt, hogy lerántsam a dolgot, de ja. De szóval, hogy nyilván, szóval, hogy az ahogy a dalírásról beszél, meg ahogy és közben meg ugye ott vannak a fejemben a dalok, amikről beszél, hogy ez baromi izgalmas. Tehát, hogy aki így szereti, meg érdekli ez a világ, meg a mögött, mert szerintem a Nick Cave az megér annyit, hogy érdemes mögé nézni, vagy így ennek a vastagsága az érzékelhető, hogy ennek azért van vastagsága. És szóval nagyon sok megerősítés. Szóval nem az van, hogy elolvasom, és akkor egy ilyen titoktalanodik a könyv, a csávó, meg az egész izé, hanem még vastagszik. Szóval nagyon érdekes ilyen szempontból. Olyan társakkal is dolgozik Nick Cave folyamatosan, akik egyébként nem ilyen nehéz esetek, mint mondjuk a Warren, vagy a Blixa, stb., hanem kedves, szeretett, reméltő figurák, mint például a Chris Martin. Az ő stúdiójába veszi föl Malibu-ba, a Ghostin. Nem? Igen. És ez nagyon, hát ez a nem láttam jönni típusú. Tehát, hogy Nick Cave könyvben ugye az ember nem biztos, hogy várja a Chris Martint felbukkanni, de tök érdekes ez a rész. Chris Martin, mint ilyen kvázi producer, beleszól a Nick Cave és Warren Ellis dalba, hogy mit kéne belőle kivenni, mit kéne odarakni, és megfogadják a tanácsát. Nincsenek árkok a könnyű zenében, legalább ott. Jó, mondjuk, ha úgy nézzük, hogy ez is dal, az is dal, meg hogy tehát, hogy inkább csak a pálya ív más, az egész, nem tudom mi, a Coldplay ugye az mostanra egy ilyen szuperprodukciós
hatalmas gépezet lett a Nick Cave, meg ugyan nagyjából ő, ahogy mondtam is, így szép lassan így ő csinálja. De Coldplay-be valószínűleg ez az érdekes, akit érdekel. De engem például engem érdekel. Egy darabig érdekel. Nem, engem is, mint jelenség, mint ipari jelenség, mint ipartörténeti, vagy ilyen poptörténeti jelenség. Hát ez baromi jó, ezek a de színes... Traktor öntöző rendszerek Coldplay. Igen. Igen, az egy másik beszélgetés tárgya, de tényleg nincs. Olyan értelemben, hogy az a fajta szellemi, vagy bármiféle izgalom, ahogy az ember jó esetben fogyasztja popzenét, olyan értelemben nincsen. De olyan értelemben meg mint ipari termék meg van, mert hogy igaz, hogy gyakorlatilag azt hiszem 10 éve nem csináltak semmiöt, amire én emlékeznék, hogy ne így szaladtam volna át, hogy ez mi ez a szar. De hogy közben meg ilyen óriási show lett, és az egyik leglátványosabb show a világon. Tehát most nem véletlenül a Népstadion is 2-szer, nem, 3-szor? Már nem merek ilyeneket mondani, mióta már a mi fiunk is megcsinálta ugyanezt. Szóval nem tudom, akkor már nem is olyan nagy dolog, ugye? De. Legenda, hogy a Chris Martin elküldte a legnagyobb slágerét a Bowie-nak, mielőtt... És mondta, hogy köszönöm. Nem, azt mondta, hogy it's not one of your best. De valójában igen, szóval, hogy szerencsére a mainstream popzene is tele van tök jó arcokkal, meg jó fejemberekkel, és valószínűleg a Chris Martin is egy ilyen, és ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül. Valószínűleg egyébként nem rossz. Tehát, hogy Jason Donovan? Az is nagyon jó. Figyelj, egyébként a Jason Donovan, Kylie Minogue, Nick Cave. Figyelj, igen. Egy lépésbe lejutunk. Mi? Igen. Bármit mondasz, eljutunk Nick Cave-hez. Lóugrás. Igen. Igen, mindenki jó fej, persze. Volt egy Kokolandon koncert, ami nem is tudom, az 2000. Nick Cave? Aha. Az ilyen meghívásos alapú volt, és akkor forgatták a 10,000 Days-t egyébként titokban, és ott a Kylie magat így előrántották bónusz extrának az utat. Csúcson kell abba adni. Szóval ez is egy érdekes jelenség különben, hogy miközben valójában hát csak még egy mondat elég, hogy Coldplay miközben nem, hát egy revelatív dolgot már valószínűleg a mainstream pop is csinált. Ekközben maga a show, az meg az egyik legkeresettebb show a világon. Amit, ugye, és nem ez valahol a korszellem, nem? Hogy a tartalom már így elvékonyodott, és a körítés meg... Hát igen, valószínűleg. Illetve hát az egész egy ilyen nagy házi bulinak tűnik ezeken a videókon, amiket néha így feldob nekem a net. Hogy tudod, hogy vannak ezek a fénylő karkötők, és akkor mit a 80,000 ember egyszerre integet fel, és közben váltogatják a fényeket és a kezükön, jó. És akkor így a show része leszel, és akkor így is benne vagy a látványként az egész showban. Tök jó. És akkor eljött az idő, hogy ti is tegyetek fel kérdéseket, de hát ugye... Nick Cave értékelő. Elnézést. Innen üzenjük, Nick, folytasd. Nem vetted el a munkánkat, Nick. Na, kérdés? Vagy ahogy az osztályfőnök jó rám mondták, kérdés, óhaj, sóhaj. Ennyi? Már megkérdezte, már túl elején vagyunk. És azért is beszéltünk ennyit róla, hogy többen legyenek, akik elolvassák. Igen. Tehát, hogy olvassátok el, promó. Mert jó, tényleg. Olvassátok el, és hát október 14-én ismét Budapesten lesz a... 13, mikor duplázik majd. Reméljük duplázik. A Nick Cave and the Bad Seeds, Papp László Sportaréna, White God című albumával, amely egyébként, augusztus 30-án egyébként, fog megjelenni. Egyébként nagyon vicces, hogy a zárszóként, vagy nem tudom, hogy a Nick Cave azt mondja itt a könyvben többször is, hogy ő már többé dalformában soha nem, ő ezen túl van, nem fog visszatérni ez a verzé-refrénes dalokhoz, mert már nem érdekli. Majd kijött ez a Wild God című új szám, amit biztos hallottatok, ami egy klasszikus verzé-refrénes
Igen. Hát a vége az ilyen... Igen, igaz, hogy nem gitárzenés, hanem nagyon sokban az ilyen elektronika, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy a Nick Cave átbaszott bárkit is, hanem hogy ilyen a művészet, hogy valamit gondol az ember valamikor, és akkor eltelik mondjuk egy év, és akkor már utána nem ezt gondolja. Tehát ez a politikához képest ez az előnye a művészetnek, hogy lehet rohadtul mást állítani különböző időpillanatokba. Na hát akkor... Hit, remény és vérrontás. Német Robert, Lovasi András. Köszönjük szépen. Galán. És most jön a zenélés, ami az lesz a legjobb. Jönnek a srácok, és eljátszanak Nick Cave számokat magas színvonalon. A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!